kötelezővé teszik az e-faktúrát a cégek számára, de már a tesztelés időszakában az adóhatóság rendszere képtelennek bizonyult az adatok befogadására. Ugyanakkor 2024-től a kormány háromszorosára emelte bizonyos esetekben a kisvállalkozások adóját. Egy családban nem lehet több, mint egy darab kisvállalkozás, változik az engedélyezett magánszemélyek, azaz a pfa adózása. Rengeteg olyan változás, amely a vállalati szektort érinti, és nagyon hirtelen jött. Dr. Fekete Palipista Szilveszter adószakértő, a Bábes Bújai Tudomány Egyetem adjunktusa a vendégünk. Vele próbálunk eligazódni az útvesztőben. Köszöntöm. Jó napot kívánok. Romániában a vállalkozásoknak több mint 90 a kis vállalkozás. Igen. Na most őket nagyban érinti mindaz, ami az adók terén változást jelent. Esetükben az adókulcs is változott. Így van. A, elsősorban a kicsiket érinti ez a változás sorozat. Érinti a nagyokat is, hiszen a nagy cégekre bevezettek egy árbevétel alapú mi, minimál adót, de én azt hiszem, a nagy cég könnyebben ki fogja gazdálkodni ezt, hogyha így ilyen szempontból nézem, mint a kis vállalat. És ezért mondtam azt, hogy ez tulajdonképpen a vállalatok számára egy atombomba. Ez... Ö, ö, ennek, ennek van háttere, hogyha időben nézzük, 2022-ben a 16-os rendelettel kezdték el ezeket a megszorításokat, akkor úgy, hogy júliusba jelent meg ez a rendelet, és 2023. január 1-től kezdtük alkalmazni. Tehát volt bőven egy fél év, hogy az emberek, felkész, az emberek, a vállalkozók felkészüljenek, átgondolják, átszervezik a tevékenysüket. 2023-as évben mondjuk úgy, hogy stabilan mentünk előre, aztán Valamikor júniusban megint feltevődött a probléma, hogy megint változtassanak. És ö, ö, júniustól októberig pimpangoztunk, hogy így mondjam, tilitolisztunk a jogszabállyal, felkerültek különböző változatok, amiket a publikum elé tártak, aztán október 27-én jelent meg a 296-os törvény, és azt gondoltuk, hogy na, akkor ezt kell alkalmazni 2024-ben. Na nem, hanem december 15-én megjelent egy 115-ös sürgősségi rendelet, és ez az, amit azt mondom, hogy az atombomba, hiszen erre senki nem számított. A ja, karácsony az év utolsó Így. napjai, Így és van. íme benne vagyunk Így a velejében, a sűrűjében mindannak, ami történt. Beszéljünk egy picit a legfontosabb kérdésekről. Mi az, ami a legtöbb embert érint? Mondok párat, ami nem is adózási jellegű. Például a pénzkezelésre vonatkozó szabály. Ötödére csökkentették a 296-os törvényel. Vagyis 5000 lej készpénz kifizetés cégek között lecsökkentették 1000 lejre. A 10.000 lejes mondjuk osztalékfelvételt, vagy, vagy tagi kölcsönfelvételt, felvételt, vagy, vagy akár befizetést, tagi kölcsön befizetést megszüntették, illetve az osztalékot lecsökkentették 2000 lejre akkora volt a felháborodás, hogy el kellett töröljék egy részét. Nem teljesen, egy részét. Megmarad például az, hogy tagi kölcsönzés, tehát a kisvállalat tulajdonosa a vállalatot készpénzzel nem támogathatja, csak bankon keresztül fizethet be a vállalatba pénzt, vagy vehet ki a vállalatba tagi kölcsönnek hívjuk. Önpromót, ászocsiát román. Egy másik hasonló intézkedés, ami megint Derültékből villámcsapásként jött, az az e-faktúra. Maga ez az e-számlázás ügye, erről még beszélünk. Nem, nem ő magában az intézkedéssel lenne a gond, hanem az, hogy adj meg, uram, de most mindjárt. Egy másik ilyen intézkedés, például az áfakulcsok módosítása, az 5%-os kedvezményes áfakulcsot átírták 9%-ra. Nagyon sok minden területet érint. Tehát nem egy-két termékről van szó, hanem nagyon-nagyon sok termék van itt. És akkor mondok példát, hogy például a lakások esetén az AF-kulcs 5-ről 9%-os lesz, tehát azt a, azt a plusz 4%-ot azt a lakosság majd, majd, majd fizetni fogja, ugye új lakásokról lévén szó. Hogyha Uh, új lakásnál még van egy feltétel, tehát az, hogy kedvezményes legyen, ott van ez a 120 ezer eurós érték, ennél feljebb már 19% áfával kell számolni, de az a probléma, hogy megjelent egy olyan fogalom, hogy lokuibil és ezt átírták, gyakorlatilag egy teljesen finiszált lakást kellene eladni, 9%-os áfással, úgyhogy Kolozsváron beleférünk a 120 euróba. Érdekes lesz. És akkor mondok még egy utolsót ide, Hát a mikroadónál 1 ról megemelték 3 ra és akkor úgy mond, hogy a, lássuk a pohár tele old részét is, um, még meghagyták a mikroadót, jó? Hát, hogy minden rosszban van egy kicsi jó, hát meghagyták a mikroadót, hát ki is vághatták volna. Um. Maradjunk egy picit akkor talán az adózásnál, az áfakulcs növelésnél, nagyon-nagyon sok kisvállalkozást érint majd ez, hiszen ugye 60 ezer eurónyi forgalom fölött már másként adóznak. Így van. Ugye a kisvállalati lét az azt jelenti, hogy ki vagyok téve a piac kényekedvének. Tetszik, nem tetszik, a KKV szektor ilyen. A kisvállalkozó az az, aki fiatalon elkezd egy vállalkozást, vagy idősebb korba is uh, működtet egy vállalkozást. Mert vannak olyan területek, mondjuk az én irodám, sose fog nagy, nagy vállalattá nőni. Az mindig is KKV fog maradni. Uh, De nagyon nem csak sok KKV, ilyen... a, akár a palacsinta árusnak a kis Így üzlete. Van. Egy, uh építkezésben dolgozó embernek a munkája. Tehát nagyon-nagyon sok olyan vállalkozó van, aki gyakorlatilag egy személyként. Így van. A... Ezeket egytől egyig mondjuk úgy, hogy célba vették, ezt nem tudom szebben mondani, elnézést. És az, hogy egyik pillanatra másikra 3%-ra emelik az adóterhet, én szerintem ez egy nagyon-nagyon durva beavatkozás. És mindezt úgy, hogy ezek a cégek kérdezném én, mit kapnak cserébe. Hiszen az állami támogatások nagyon szigorú feltételek mellett adnak, hogy uniós támogatást nem is tudom, hogyha egyáltalán kvalifikálnak a cégek erre. Kettő. Eltörölték az adománykeretet. Tehát, ha nagyobb lenne a mikroadó, azt mondom, rendben van, lesz egy része az államnak, lesz egy része a non-profit szférának. De eltörölték. Erről is beszélnünk kell, hiszen ez is egy nagyon-nagyon fontos szegmens, és egy olyan változás, ami a civil társadalmat szintén erőteljesen negatív irányba érinti. Ami a mikrovállalattal kapcsolatos, ezt feltétlenül mondanám, hogy magát, a mikrovált fogalmát írták át. Eredetileg, és itt pici időben nézzük át ezeket a dolgokat, eredetileg három feltétel volt itt, hogy ki az a vállalat, aki mikroadózó lehet. Volt egy árbevétel határ, egy összes jövedelem határ, bocsánat, ez most 500 ezer euró. Aztán tulajdonosok nem lehetnek államhivatali szervek, és nincs felszámlás alatt. Na ezt 2022 be kiegészítették három további intézkedéssel, azaz szigorítással, ami 2023. január 1-től érvényes. És pedig legalább egy teljes körű alkalmazott, munkaidős alkalmazottja kell legyen, tanácsadás és menedzsmentből származó jövedelem aránya 20% alatt kell legyen, itt zárójelbe, mi az, hogy tanácsadás? Sehol nem definál jogszabály, mit értünk tanácsadás alatt. Mit értünk menedzsment díjat? Mondjuk az egy picit talán érthetőbb, mert ott a szerződésekbe beleírják. De a tanácsadás rengeteg olyan szolgáltatás van, aminek van tanácsadási komponense. És akkor a hatodik feltétel, az, hogy a harmadik új feltétel az, hogy a három darab cége mikrovállalata lehetett egy tulajdonosnak, akinek 25% vagy annál nagyobb részesedése van a vállalkozásban. Tehát, ha valaki nyitott vállalkozást, jellemzően ezek önálló személyek, vagy valaki családban nyitott feleséggel, testvére, akkor nyilván 25%-nál nagyobb a részesedése. Na, ilyen cég három lehetett. Na most ezt, ezeket a szabályokat még jobban megszigorították, úgyhogy 2024-től, mondom, mi lesz érvényben, az árbevétel 500 euró az maradt, viszont most már nem lehet három ilyen vállalkozása, hanem csak egy. Egy, egy személy. családban. Igen, csak hogy mit jelent a családban. ez? A Mert azt mondja a jogszabály, hogy közvetlenül és közvetett módon birtokolva. Ez azt jelenteni elvileg, hogy akkor közvetett módon megnézem, hogy mennyi tulajdonrészem a feleségemnek, a fiamnak, szüleimnek, unokatestvéremnek, mert a törvény indoklásában szerepel egy ilyen, hogy harmadfokú rokonsági szintig. Tehát, hogy gyakorlatilag az unokatestvérnek van. sem lehet. És akkor, akkor készítünk családfát minden egyes vállalat esetén? És azt leadjuk a hatóság. Szóval én nekem Érdekes lesz. alkalmazás, tehát effektív alkalmazási kérdéseim vannak, hogy ezt hogyan értik. De ugyanilyen fura a, ez a tulajdonlási dolog a, jogi személyek esetén, hiszen nem csak fizikai személynek lehet részesedése egy vállalatba, egy másik cég is alapíthat mondjuk egy mikrovállalatot, na ott meg azt a szabályt tették, hogy ha kapcsolt félnek, minősülnek a felek, akkor a két cégnek a jövedelmét kell összesíteni, és az kell 500 ezer euró alatt legyen. Ez azt jelenti, hogy vagy két kicsi cégről beszélünk, vagy pedig, ha egy nagy cég klasszikusan mindig volt egy kicsi cég mellett, amivel szolgáltatást végzett, na kész, ez megszűnt, ezt most már így kivágták. És egy utolsó feltételt, amit még betettek. Egyébként van még egy feltétel a tevékenységekre vonatkozóan, de talán ez még érthető is, hogy kizárt a bank, a biztosítás és ilyen tevékenységet nem engednek meg mikroválatként. Viszont idéntől van egy új feltétel, én ezt jónak találom, olyan értem, hogy nem mondanám feltétlenül, azt, hogy rossz, így fogalmazok. Az, hogy március 31-ig a cégnek az éves beszámolóját, a biláncot, ahogy sokan uh -huh. mondják, le kell tenni az adóhatósághoz. Én azt gondolom, hogy ez, ez mondjuk úgy, hogy ez egy fair, ez egy korrekt feltétel. Nem lehetetlen teljesíteni. Így van. Nagyon fogy az időnk, és rengeteg mindenről kell még beszélnünk. Úgyhogy mindenképpen említenünk kell az e-faktúrát, a digitális aláírást Ugye ezek olyan intézkedések, amelyek valamilyen módon a cégeknek a korszerűsítését, a digitalizálását szolgálnák, illetve a gazdaság kifehérítését szeretnék ezzel elérni. De annyira hirtelen jött. Szerintem csak kapkodják a fejüket a vállalkozások, hogy ezt most honnan teremtsék elő, és hogyan működtessék. Igen. Önmagában az elektronikus számlázás kérdése nem egy újdonsült dolog. 2021-ben a 120-as sürgősségi rendelettel vezették ezt be, és annó azt kérték, hogy, és úgy értettem én is, ahogy ott a jogszabályt olvasgattam, hogy fokozatosan fogunk előrelépni ezzel. Azt kérték, hogy azok a cégek, akik kormányzati szerveknek, vagy vagy közintézményeknek szállítanak, a B2G, B2G-vel jelöljük ezeket a gazdasági eseményeket, tehát a hivatal, közhivataloknak szolgáltatnak, vagy értékesítenek, ők ilyen e-faktúra rendszerbe kell ezt a számlákat kiállítsák, illetve feltöltsék, mondjuk így. Illetve, azt hiszem, ez is 2022 végén jelent meg, az adókockázatot képviselő termékek, risk, fiskál, na ezeket is fel kellett tölteni, hogyha egy cég ilyeneket árusított. Tehát erről tudtunk, ezzel nincsen gond. A gond ott volt, hogy Megint csak ilyen derültékből villámcsapásként tessék mindenki ide regisztráljon, illetve ezt töltse fel. Tehát ez azt jelenti, hogy vállalatmérettől függetlenül, nagyoktól kicsikig, PFA-k, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások, mindenki, aki gazdasági tevékenységet végez, attól függetlenül, hogy áfa fizető -e vagy sem, a számlaköteles. És e faktor a rendszerbe ki kell egy Na most itt az az érdekesség, hogy nem titok, hogy az ANAF-nak az informatikai rendszere elavult, össze is omlott már a tesztelés alatt. Márciusig ugye van egy olyan határidő, hogy nem büntetnek, hogyha nem végzed el a cégként a, azt, amit el kell végezned, de hát, hogyha nem tudod megtenni, hogyha a rendszerbe nem tudod feltölteni, mi történik? Van még nagyjából négy percünk. És kell is. A számlázásnak a rendje idén tényleg megváltozott, és nagyon fontos, hogy ezt tényleg mindenki tudja. A június 30-ig marad a klasszikus számlázási rend, vagyis a PDF fájlba vagy, vagy papír tovább kiállíthatja a cég a számlát, csak van 5 darab kalendármi napja, hogy feltöltse az adóhatóságnak a rendszerébe. Ez az a bizonyos CPV, Spáció Privát Virtuál. A március 31-ig nem büntetik a cégeket, de április 1-től már igen. És ebben sajnos én is tévedtem. addig megoldják a rendszert? Na, erre én is kíváncsi vagyok. Um, um, két napja, jól emlékszem, a pénzügyminiszter e, arról nyilatkozott, hogy állítólag talán 6,5 millió számlát töltöttek fel, így a 2024 első hetébe. Tehát állítólag működik a rendszer, most én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor tényleg beindul és mindenki töltögeti, hogy lesz erre kapacitás. Um, július 1-től viszont kizárólag elektronikus számlázás van. Tehát addig tényleg mindenki fel kell készüljön, hogy hogy működik ez a számla. És mondom a büntetési tételeket is, mert nagyon fontos. Április 1-től érvényesek ezek. Az öt nap meghaladásáért lesz büntetés. Kicsiknek és PFA-knak 1000 2500 leig, közepes vállalatoknak 2500 ig és a nagyoknak 5000-től 10000-ig. Illetve Július 1-től két büntetési tétel is lesz, az egyik ez, amit már mondtam, a másik pedig, hogy a számla 15%-ával sújtják azokat, akik egyáltalán nem tesznek eleget ennek a, az elektronikus számlázásnak. Tehát gyakorlatilag mondhatom úgy is, a számláról az áfa tartalmat kivágják. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy a vállalkozók milyen büntetéssel sújthatják a rendszert, akkor ha az nem fog működni. A szabály úgy változott meg, hogy amennyiben bizonyított módon a rendszer lefagy és gondok vannak, akkor kapunk haladékot, azt a nem tudom, fél napot, egy napot, gondolom itt kerek napok lesznek. Igen, csak nekem ez, engem ez annyiban nem... Um, um, vigasztal. vigasztal, köszönöm, hogy rendben van, hányszor fogok nekifutni, hogy egy számlát feltöltsek hiszen nekem is van egy időkeretem egy feladatra, és akkor onnantól kezdve, hogyha mondjuk 15-ször kezden futok neki, hogy feltöltsem, vagy éjszaka töltögetem, hogy valahogy nagy nehezen működjön. Szóval én nem akarom uh, uh, túl pessimistán kezelni ezt, de kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog ez működni. Én gondolom, hogy jobb lett volna, hogyha fokozatosan vezetik ezt be, előbb a nagyon nagyok, hiszen ott van a legnagyobb impakt, és akkor utána szépen fokozatosan tényleg a legkisebbek is rendben van. A témára azt hiszem, hogy vissza kell még térnünk, hiszen nagyon sok minden van, amiről beszélnünk kell e téren, és lássuk, hogy hogy alakul majd mindez. Dr. Fekete Palipista Szilveszter, köszönöm, hogy itt volt velünk az erdélyi figyelőben. Köszönöm szépen én is.